Köszöntöm a nézőket! Önök egészségügyi és életmód magazinunkat, a Medicinát látják. Nézzük, hogy mi lesz a mai adásban. Megjelent a vírus, itt az influenza szezon. A legfontosabb tudnivalók a tünetekről, a vakcináról és tippek, hogyan erősítsük immunrendszerünket. Ma Magyarországon minden ötödik kisgyermek küzd valamilyen fejlődést érintő problémával. Minél korábban ismerik fel a rendellenességet, annál nagyobb az esély arra, hogy a gyermek felzárkózik a saját korcsoportjához. Egyéni és csoportos terápia, a korai fejlesztés különböző módszerei. Megérkeztek az influenza elleni vakcinák. A védettség kialakulásához 2 hét szükséges, így aki szeretné felvenni az oltást, annak még január előtt érdemes azt beadatnia. Baján és a környéken az influenza figyelő szolgálatban 14 háziorvos hetente értesíti a Népegészségügyi Intézetet az adatokról. A hűtőben kötelező tárolni az influenza elleni oltóanyagot. A felnőtt és gyermek háziorvosok igény szerinti mennyiséget kaptak a vakcinából, ami nemrég érkezett meg a rendelőkbe. Ebben a körzetben, novemberben eddig 3 esetben jelentkezett influenza gyanús tünetekkel beteg. A legjellemzőbb tünetei az, hogy hirtelen kezdődően láz, hidegrázás, fejfájás, torokfájás, izomfájdalom, nagyon nagy gyengeség, most az idén sok nagyon nagy gyenge személlyel már találkoztam, gyengeség van, akkor orfolyás, akkor utána kialakult, bár idén még nem fogtam, de tüdőgyulladás is volt már. A hideg, nyírkos időjárással megjelentek a vírusok is, amik ellen a legyengült immunrendszer nem tudja felvenni a harcot. A megoldás a változatos vitamindús táplálkozásban rejlik. A jelenlegi táplálkozásunk itt Európában, különösen a fejlettebb régiókban igazából nem kielégítő. Ugyanazokon a földterületeken termesztenek mindenféle növényt, és egy csomó alapanyag a földből már hiányzik. Körülbelül, valamilyen statisztikát olvastam, körülbelül 30%-a van meg a tápanyagoknak a földben, mint aminek eredetileg kéne lenni. Ez hiányzik a szervezetünkből. Na most az van, hogy itt az ősz, ez folyamatos hiány. Ugye élelmiszerláncoknál vásárolunk, azok az élelmiszerek nem a hétköznapi parasztember által elállított termékek, tehát nem tudjuk, hogy milyen talajon nőttek föl. Ennek következtében valamire nekünk is kell gondolnunk, hogy valami módon próbáljuk meg a hiányokat pótolni. Tehát úgy kellene, hogy ha lehet zöldségfélét mindenféleképpen, lehetőleg a háztáiból, akkor kellene olyat például régi dolog, a hagyma, a fokhagyma. A fokhagyma az baktérium gombaölőszere van. Van gyömbér, elérhető gyömbér, ami most divatossá vált ismételten, igazából egy nagyon régi élelmiszerünk, és az például gomba, baktérium és vírusölőszer. Akkor érdemes lenne fehérje miatt joghurtot enni, de nem a díszes, modernkori olyan joghurtokat, amelyiknek színe is van, meg gyümölcsnek is néz ki, ami benne van, hanem a natur joghurtot, azt a fajtát, amit, hogyha kint hagyunk a pulton, akkor fölpuffad. Tehát abban rendesen élő baktériumok vannak. És van még egy érdekesség, esetlegesen gombát enni, mert a gomba az valami módon javítja a fehérje anyagcserénket, és stimulálja, és talán az immunrendszerünk egy kicsit jobb. Valamint, ha semmi más nem eszünk, akkor hát egy doboz multivitamin legalább ősszel. A Népegészségügyi Intézetbe november elején érkezett meg a 11.800 darab oltóanyag. Ennek összetétele évről évre változik, ahogyan a vírus is. Ezért szükséges minden évben beadatni az oltást. A vírusnak egy nagyon rossz tulajdonsága van, hogy állandóan változik a felszíne. Tehát a szervezet úgy védekezik a bizonyos kórokozók ellen, hogy van egy kórokozó, annak valamilyen felszíne van, tehát mondjuk tüskés, csak a tüskének a negatív formáját veszi fel a szervezet védekezési mechanizmusa, olyat gyárt, és akkor ennek következtében úgy próbál védekezni. Igazán, de ennek a vírusnak a felszínén a fehérjék állandóan változnak.
És az a baj, hogy minden évben kicsit más, mint az előző évben volt, és ennek következtében sajnos minden évben védőoltást, vagyis minden évben újra kell a szervezetnek védekeznie, újra kell indulnia, tehát ezért is próbálnánk meg a védőoltást megadni a betegnek, mert akkor az olyan, mintha már találkozott volna ebben az évben, az adott évben a vírussal, és akkor sokkal gyorsabban gyógyul meg, illetve már mindjárt úgy van, hogy hát mindjárt elkezd élni a kórokozott a szervezetben. Az influenza vírus változékonysága miatt évről évre változik az oltóanyag összetételen, mindig a WHO ajánlásának megfelelően. A jelenlegi szezonban használt influenza oltóanyag tartalmazza a H1N1, a H3N2 altípusú influenza A és az influenza B antigent. Az illető megkapja az oltást, az egészséges szeméről van szó, megkapja az oltást, akkor az oltás után körülbelül 2-3 héttel kialakul a védettség, a teljes védettség, és akkor igazából jön a vírus, a tömegével a vírus, azt pedig úgy általában új év körül szoktuk várni, tehát egy kicsit változó, de körülbelül akkora várjuk, és akkor utána a szervezet hát megkapja ezt, és akkor védekezik ez ellen úgy, ahogy tud. A hivatalnak a háziorvosok rendszeresen jelentik a megbetegedések számát. Járványról akkor beszélhetünk, ha 100 000 emberből legalább 200 főnél jelentkezik a vírus. Minden évben októbertől májusig működtetjük az influenza figyelőszolgálatot. Ennek keretében 14 házi felnőtt és gyerekorvos jelenti az előző hétre vonatkozó betegforgalmát és az influenza-szerű tünetekkel jelentkezők számát. Ez alapján látjuk az influenza megbetegedés halmozódását, illetve hát a járvány kialakulását itt tudjuk regisztrálni. Az oltást többek között a 60 éven felüliek, a várandósok, az immunhiányos vagy krónikus betegségben szenvedő betegek, az egészségügyi gondozottak és dolgozók egyaránt, illetve a sertés és baromfi tartással és feldolgozással foglalkozó emberek ingyenesen kérhetik. Ma Magyarországon minden ötödik kisgyermek közt valamilyen fejlődést érintő problémával. Minél korábban ismerik fel a rendellenességet, annál nagyobb az esély arra, hogy a gyermek felzárkózik a saját korcsoportjához. A terápiás módszerekről és a probléma gyökeréről a szakértőket kérdeztük. Mondókával kezdődik a csoportos foglalkozás. A Bajai Pedagógiai Szakszolgálatnál bevált módszer a közös terápia, ami során a gyerekek egymást utánozzák, barátkoznak, így hamarabb megszokják a közösséget. Ez pedig segíti a gyorsabb fejlődést. A csoportos foglalkozást a tavalyi évben kezdtük el bevezetni. Jelenleg két csoportunk működik. A csoportos foglalkozás abban tér el az egyénitől, hogy ugye a nevében is benne van, hogy itt több gyerek vesz részt egy foglalkozáson, és több pedagógus is van bent, tehát minden gyerek mellé tulajdonképpen egy pedagógus is csatlakozik, vagy gyógypedagógiai asszisztens, aki még a foglalkozáson részt vesz. A csoportos foglalkozást azért is vezettük be, mert voltak olyan gyerekeink, akik ugye nem vettek részt semmilyen közösségi életbe, illetve éreztük, hogy szükségük van már valamilyen gyerektársaságra, és megpróbálkoztunk vele. A csoportos foglalkozásra olyan gyerekeket választottunk, akik már az egyéni foglalkozást valamilyen szinten túlnőtték. Tudták, hogy itt milyen rendszerben dolgozunk, tehát hozzá voltak szokva a mi munkastílusunkhoz, és éreztük, hogy gyerektársaságban fog ez működni. A gyógypedagógusok jelenleg 18 kisgyermekkel foglalkoznak egyénileg. A korai fejlesztésben gyógypedagógusok, gyógytornászok, logopédusok és gyógypedagógiai asszisztens dolgozik. Mozgásfejlesztő eszközöket elsősorban használunk. Itt a teremben is több megtalálható, például a fejem fölött ez egy iriszterápiában is használatos a hinta, ami az idegrendszer érését elősegíti, és nagyon szeretik a gyerekek. Általában a pici babákat veszünk bele, illetve olyan 2 éves korig gyermeket, és akkor ezzel tudjuk kivitelezni a hintáztatásukat. Megnyugtatja őket, szeretik.
A hinta mellett a labdafürdő is népszerű, és minden foglalkozáson használják ezeket a nagy labdákat is, ami az egyensúly feladatokban segít. Fújja szél a fákat, letöri az ágat, recs! Különböző taktilis szőnyegeink vannak, például az ilyen sün is, és hogyha mezítláb rá vagy zoknival, illetve van egy sima fellete, és akkor ez egy kicsit ilyen ingatag, mint egyensúlyozhat. Illetve említettem, hogy az íris terápiában használatos a hintáztatás, forgatás alapvető elem, és akkor itt erre alkalmas ez az eszköz, amivel fektetjük a babát, illetve aki már ül, kapaszkodni tud, és akkor mondókával forgatom. A megyében minden tankerülethez tartozik egy szakszolgálat, ahol számos területtel, így például logopédiával, gyógytestneveléssel és tehetséggondozással is foglalkoznak. Tulajdonképpen ide szakértői véleménnyel vagy orvosi a gyógytestnevelés esetében orvosi beutalóval érkeznek a gyerekek, és akkor megvan a szabály ennek egy rendeletben, hogy hány éves korig hány alkalom jár. A gyógytestnevelésnél persze ott más, de a korai fejlesztésnél, ugye ez most a legfőbb témánk, azt gondolom, ott 2, illetve 4 alkalom, 4 óra hetente. A rendellenességek 98%-a mögött a méhen belüli, a szülés körüli, vagy azt követő problémák állnak. A beszéd megkésettsége a legjellemzőbb, illetve koraszülöttségből adódó fejlődésben lévő elmaradások miatt jönnek, illetve születés közbeni sérüléssel találkozunk gyakran, oxigénhiány, agyvérzés. A szakemberek szerint fontos az, hogy ne az iskolában derüljön ki a probléma. A leggyakrabbak talán a mozgásfejlődésben való elmaradás. Ezek már csecsemőkorban észlelhetők, jelentkeznek, hogy nem akkor fordul a gyerek, nem úgy ül, nem kezd el lépegetni. Tehát a mozgásbeni problémák derülnek ki talán leghamarabb, és a későbbiekben pedig a beszédfejlődésben való elmaradás, akkor a szocializációban való elmaradás, akkor ha bekerül közösségbe, akkor a magatartás problémák, a hangképzésben elmaradás, tehát ezeket mind-mind fejleszteni lehet. Aztán vannak olyan gyerekek, akiknek olyan családi hátterük van esetleg, hogy nem tudnak velük a szülők úgy foglalkozni, akkor azokat is nagyon szépen a pedagógiai szakszolgálat arra szintre föl tudja tornászni, hogy normál óvodába, iskolába tudjanak járni. Az eredményes fejlődéshez a védőnők, gyerekorvosok, kórházi dolgozók, a családsegítő szolgálat és a gyámhivatal összehangolt munkájára van szükség. Nagyon széles a kapcsolatrendszerünk, lévén már több mint 10 éve működünk, és kimondottan jó a védőnői hálózattal, végül is a gyerekorvosokat ugyanígy felsorolhatom, ha nem is mindenkivel, de azért vannak stabil tagok, akikkel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Kórházi dolgozók, gyerekjóléti szolgálat, családsegítő, gyámhivatal, tehát így elsősorban ők. Az elmúlt években egyre kevesebb gyermek születik, a koraszülöttek száma viszont nem csökkent ezzel párhuzamosan. Köztudomású az, hogy sajnos Magyarországon a születésszám csökken, bár ugye az utóbbi néhány hónapban talán kedvező tendencia mutatkozik, és hát az utóbbi évtizedeket áttekintve azt láthatjuk, hogy még 1980-ban még 140 ezer gyermek született Magyarországon, a 2000-es években 100 ezerre csökkent, és most valamivel 80 ezer fölött vagyunk. Tehát nagyon-nagyon lényeges sajnos, hogy a születésszám nem emelkedik, és nagyon fontos volna, hogy ez a trend megforduljon. Ennek a kevés megszületett gyermeknek is 8-10%-a koraszülöttként jön a világra. Őket már eleve handicapesnek, tehát hátrányos helyzetűnek kell tekintenünk. 47 a teljes várandóság ideje, ugyanakkor a 24 hétre született
gyermekeket is meg lehet menteni, olyan kb. 35%-át az ilyen nagyon kicsi koraszülötteknek is a mai orvos tudomány képes megmenteni. A 32. gesztációs héten születetteknek pedig több mint a 95%-át. Tehát sajnos tudni kell azt, hogy az ilyen súlyos hátránya a született gyermekeknél azért problémákkal kell számolni, mind a mozgásfejlődésben, értelmi fejlődésben, és hát később aztán ugye a tanulásban, a magatartásban. A Bajai Kórház gyermekosztályán több szakember foglalkozik korai fejlesztéssel, így gyermekneurológus is segíti a fejlődést. A gyógypedagógusok pedig a szülőknek is igyekeznek útmutatást adni ahhoz, hogyan foglalkozzanak otthon a gyermekükkel. Segítünk nekik abban, hogy milyen mondókákat, őrbéli játékokat tudnak játszani, illetve ebben az évben megpróbáltunk egy lurkó klubot indítani, ahol a szülők is jönnek a csoportos foglalkozásra, és ők ott konkrétan láthatják, hogy zajlik egy ilyen csoportos óra, és ott megtanulhatják azokat a mondókákat, játékokat, amiket ők is tudnak otthon játszani velük. Nekem az a tapasztalatom, hogy minden szülő valamilyen szinten elfogult a saját gyerekével, és ha van is valamilyen képesség problémája, vagy valami hiperaktivitás, vagy magatartásbeli probléma, akkor ezt úgy elfogadja, hogy az egy én gyerekem ilyen. Tehát mindenképpen, hogyha akár óvodából, iskolából valami jelzés történik, hogy probléma van a gyerekkel, akkor ezt fogadják el, és az ő gyermeküknek az érdeke az, hogy minél hamarabb ennek fejlesztése megtörténjen. Én azt gondolom, hogy ha a szülő tapasztal bármilyen eltérést a gyerekének a mozgásában, a beszédében, a viselkedésében, ami nem nyilvánul meg mondjuk egy orvosi rendelőben való találkozáskor, akkor ezt mindenképpen vagy a védőnő felé, vagy a gyerekorvos felé, az óvodába, az óvónő felé, az iskola felé, tehát jelzésen éljen, és akkor ezen tudunk segíteni. A cél az, hogy a kisgyermek minél előbb felzárkózzon a saját korcsoportjához, és az iskolában már ne legyen hátránya a többiekhez képest. Műsorunk végén kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Medicinával legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Addig is vissza tudják nézni előző adásainkat internetes oldalainkon. A viszontlátásra!